mindenki. Most következik a kvízünk, a filmes és sorozatos kvízünk, amiben sok-sok elemét el lehet nyerni. Lesz két segítőtárs. Az egyik Tommy, az az Aiter cosplay, és Gina, a hosszú nevű cosplayers. Igen, nagyon-nagyon hosszú cosplayer nevű. Sziasztok! Tehát a quiz show filmes és sorozatos felvonása lesz most. Röviden egy kérdést teszünk föl, ha sikerül válaszolnotok, akkor nyeremény közül választhattok. Van hűtőmágnesünk, nyakbakasztónk és Heroes of Stormos poszterünk. Tehát tétje nincs, itt csak nyerni lehet. Filmes sorozatos quiz, hát nehezebb, könnyebb, nagyon könnyű. Nagyon nehéz. Benne. Nagyon nehéz is van benne, ami Gina írt. Nekem szaladt a szemöldököm fel tőle. Igen, mert mosok vagyok, és én csak nehéz kérdéseket csinálok. De gyertek bátran, tehát. Ki szeretné kezdeni? Várjuk a lelkes jelentkezőket. Nem, szerintem csináljuk úgy, hogy tegyük fel a kérdést. Nem, az úgy nem ér. De legyünk kedvesek. Várj. Geri? Találtál jelentkezőt? Ó, hát akkor... Az úgy nem működik, bátya. Gyere a színpad elé, nem kell följönni, ha attól féltek, nem kell följönni a színpadra, itt elé is jó. Az első kérdés már látható is. Igen, az első kérdésünk, mi volt Ned Stark húgának neve, akit elrabolt az őrült király? A. Lajla. B. Leila. C. Lianna. D. Lianne. Szerinted? Melyik? Na, mondsza. C válasz? C. Biztos? Ügyes vagy, babám. Jó, Istenem, ez nagyon hangos volt. Akkor megjelöljük a C választ. Na most, az őrült király, ugye aki elrabolta, és mint már tudjuk, remélem nem spoilerzem le, született egy fiúk is. Mint kiderült, valid volt a házasság, törvényes, és nem fattyú az illető. Noki volt, és igen, Liliana. Parancsolj. Azt hagyjuk is itt elől. Ezt nem. Azt pont ne az a kötöző. És a póster. Tessék, parancsolj. Várjál, nem szabadulsz ennyivel. A hűtőmágnes is jár. Jó világban. Na, második kérdésünkre szeretnénk második. Egy jelentkezőt. Gyere. Kérjük akkor a második kérdést a kollégától. Második kérdésünk az várjál, amíg megjelenik, és ők is látják. Hogy hány étkezést tartanak a hobbitok a filmek szerint? A film szerint, igen, nem a könyv, film szerint. A. 6-ot, B. 7-et, C. 8-at, vagy D. 9-et. 6-ot? 6-ot! Biztos? Oké, akkor megjelöljük az át. Na most, Tolkien szerint a hobbitok naponta legalább 6-szor étkeznek, ha tudnak. Peter Jackson rendezte film szerint pedig... Megvárjuk, amíg hajlandó kiköpni a választ. 7-et! Pontosan! 7-szer esznek naponta. Reggeli, második reggeli, 10 órai, ebéd, uzsonna, estebéd és vacsora. Úgyhogy, hát, nem mész el tőlünk azért üres kézzel. Szívesen jön még egyszer. Adjunk lehetőséget másnak is, jó? Köszönjük a részvételedet és a bátorságodat. Gyere! Harmadik kérdést kérjük akkor a kollégától. Jó, a harmadik kérdésünk... Ne szaladjál. Most akkor... Star Wars-os kérdés. Menni fog? Ugye? Hogy érzed? Mi a különbség a Sith-ek bosszúja végén vívott fénykard párbajnak? Mi a különlegessége a Sith-ek bosszúja végén vívott fénykard párbajnak, amit soha máskor nem láthatunk a Star Wars filmekben?
A küzdőfelek személye, B, hogy nem lett győztese, C, a fénykardok színe, avagy D, hogy más fegyvert is használtak, mint fénykard. Fogós kérdés. Uh-huh. Én az A-t jelölném meg az ezek A-t? Közül. Az A-t? Biztos vagy ebben? Hát a gondolkodhatsz. A fénykardok színe az nem tudtam, már olyan volt, mint más részekben. A szitek bosszújának a végén... Szitek bosszúja. Tudod, hogy kik harcoltak? Szitek bosszúja. A harmadik rész. Igen, hát Obi-Wan és... Vagy nem arról van szó? Rosszra gondolok? Obi-Wan és... És Anakin. Így van. Nem, igen. Mióra gondolsz akkor? Én azért gondoltam a küzdőfeleknek a személyére, hogy mivel ők még utána többet nem csaptak össze. Akkor jelöljük meg. Igen, tudom, Vágó István is gonosz volt, én is az vagyok. Biztos? Megjelöljük? Biztos vagy benne? Legyen a B akkor. B. Jó, akkor a kollégát megkérjük, hogy a B-t jelölje meg. Na most, igen, Anakin és Obi-Wan harcolt benne, ebbe igazad van. De ők harcoltak még egyszer, már Darth Vaderként. Darth Vader is Anakin. Tehát a küzdőfelek személye az nem. Nem lett győztese. Nem ezután, nem ekkor vágta a kezét, lábát véletlenül? A fénykardok színe. Mind a kettő kék volt, az pedig megszokottan a Jedik színe. És egyik másik éles párbajt se vívták azonos színű fénykardokkal. Mindig megjelölték a jó és a rossz oldalt. Tanult valamit az ember ilyenkor. Gyere, fiatal kollégám, te láttam, nagyon ugráltál az előbb. Kérjük a következő kérdést. Nem tudjuk, mi lesz, mi se. Hopp, na, ez egy Star Trek-es kérdés. A Star Trekben jó vagy? Ó, hát igen, nem baj. Szülővel jöttél? Segíthet. Segíthet? Jó, akkor a szülő segíthet. Segíthet a szülő is. Na, a kérdésünk az, hogy mikor találkozott az emberiség először a ferengikkel. 1947-ben, 2151-ben, 2355-ben, vagy 2364-ben? Gina, tudsz egy kicsit segíteni, hogy mi ez a faj? Az igazság, hogy én sem nézek Star Trek-et. Jaj, jó, hát akkor ezzel így jártunk. Ezt lehet, hogy a Star Trek-esektől kaptuk. Tőlük a kérdést? Lehet. Gyere, segíts akkor egy picit, mert a fiatalember még nem ismeri, hát ha megkedveli a dolgot. De nem mondd el a jó választ. Rendben, a választ nagyjából tudom. A ferengi nép azok árusítók. Mindent eladnak, mindenért. Az a kérdés ugye, hogy mikor találkoztak először velük. Úgy tudok neked segíteni, hogy 2000-es években. Ezzel egyet kizártunk, de mégse segítettem. Biztos? 2000-es nem. Években? Ja, ó, nem, hát nem akkor biztos. Kolléga annyit nem, nem segít. Biztos. Csak így mondom, hogy mi lenne, hogy a 2000 után gondolkoznánk. Uh-huh. Ja. Így ennyit. B? Biztos? Jó. Hiszel okay, neki? Akkor jelöljük meg a B-t. Közösség segítségének? Jó, hát akkor megjelöljük a B-t. Na nekem olyasmi van magyarázatként írva, amit nem értek. Az az igazság. Mivel mi hogy most rossz kockák vagyunk, és nem, pontosabban rossz geekek, nem, és nem én, nézünk. Én Star Wars-os vagyok, elmondom igen, őszintén, de remélem nem vernek meg érte. Tehát én inkább a Star Wars-os vagyok. 1947-ben a Roswell-i lezuhant űrhajó. Tehát ez így a történelemben is volt egy ilyen, hát egy ilyen van egy ilyen legenda, hogy egy Roswellbe lezuhant egy űrhajó, és ugye az amerikaiak elrejtették. Hobbitos kérdést akartam. Melyiket? Nem tudjuk, melyik jön, de kicsit később fölugrasz, még jöhetsz. Holnap pedig gamer és animés kvízünk lesz. Hát, a gamer neked jobban megy. Mikor jöhetnek még most? Hát, hogyha nincs sok jelentkező, akkor 2-3 kérdés múlva akár. Jó? Na, következőhöz. Kollégától okay, kérjük a következő is. Kérdést, hogy töltse lássuk, be. Látjuk is a kezeket. Következő a fekete pólós úr, ő volt az első. Köszönöm. Szervusz. Ó, jó Witcher medálod van. A kérdés már látható is. Mi volt a Slayers című sorozatban az eszköz neve,
amivel utaztak a világok között. Úgy mondták magyarul, ugye, hogy csúsztak, sliders, A válasz, fluxus kondenzátor, B válasz, kapunyító, C válasz, időzítő, D válasz, frézer. A D válasz? Biztos vagy ebben? És miből gondolod, hogy a D válasz az a frézer a jó válasz? Tippelsz. Aha, csak tipp. Annyiban... És mennyire vagy biztos a tippedben? Semennyire. 25%-ban? Hát igen, négy válasz közül ez pont úgy jön ki matematikailag. Bizony, bizony. Egyiket se ismered, hogy mi lehet? Tuti nem ebbe van. Na, hát akkor már 33% az A-t kizártad. Ez már teljesen jó. Menjünk tovább. Kapunyító. Passz. Időzítő. Nem. Akkor frézer. Az se. Ja, hogy akkor tippeltél. Hát, akkor megelőjük a D-t. Mint Dénes. Az mindenképpen jár a hűtőmágnes. Üres kézzel nem megy el senki. Tehát megjelöltük a drét. Elmondom neked, az A fluxus kondenzátor, az a vissza a jövőbe szerepel. Kapunyító. Hasraütöttem, és beírtam egy kapunyítót. D, mint frézer, az pedig... Star Trek. A Star Trek-es. A Star Trek-es kolléga nagyon furcsa fejet vágott, a pillanatra hátra néztél volna, akkor láttad, hogy biztos nem. Időzítőnek hívták a szerkezetet, és mivel egyszer idő előtt megnyomták, már onnantól bukták a stabil csúszásokat és dimenzióváltásokat. Onnantól össze-vissza sikerült nekik menni. Jó. Ha találtál volna frézert, akkor biztos tudtad volna. Kollégától kérjük következő kérdést, hogy lássák a kérdést, lelkesebbek legyenek szerintem. Jó, én pedig közben felszólítom a következő hogy lelkesek, de még motiválom őket. Ott a hátsó a hölgy? Úr, nem, a húz úr mögötte. Ő volt előbb, jó, te jó. Igen. Oké, ha te figyeltél, akkor rendben van. A következő kérdésünk, az Agymenők című sorozatban mi az első képregény, amit Penny, Amy és Bernie végigolvasnak? A. Superman, B. Fables, C. Thor és D. Punisher. Összes ismerem a filmét, de ezt az Agymenőket nem ismerem. Húha! Akkor ebben sajnos nem tudunk segíteni, hogyha egyáltalán nem ismered. Egy kicsit talán mégis tudok segíteni. Abba gondolj bele, hogy az Agymenők az négy fizikusról, per csillagászról, tehát tudósokról szól, és nagyon-nagyon-nagyon durván geekek per kockák. A barátnőik pedig egyáltalán nem értik ezeket a dolgokat, és az egyik részben kitalálják, hogy oké, akkor ők így elolvasnak egy képregényt. Akkor lesz egy erős tippem. A Superman, Thor meg Punisher azokat ismerem, és a Fables azt meg talán meg valami anime lehet. Almost jó. Oké, akkor megjelöljük a B-t. Igen? B választ jelölünk meg. Ez mindenképpen jár, ezt odaadom előre. Igen, és akkor... B, mint Béla válasz. Lássuk a helyes választ. Hát igen, itt egy kicsit várnunk kell, mert időhúzósat beraktuk. Jön a dob. A dobpergés. Várunk egy picit. Igazság szerint ennek nekem utána kellett néznem jó diákként, hogy miről is van szó. És Thor volt a helyes válasz. Igen, mivel úgy... Tehát úgy találják ki, hogy Thort olvassák el először, mert Úristen, nézd most szőke, Pansi! Azok a tipikus nem fizika függő lányok, igen. Tehát az alapján választottak. Köszönjük szépen. Tippeltél. Ne következő ember. Kis hölgy, igen. Utána itt előjelentkeztek. Kérjük a következő kérdést. Hó, South Park. Az menni fog? Nem nagyon. Nem nagyon? Hova kell eljutniuk a South Park Gyűrűk Ura paródiájában? Gyűrűk urások hallanak vajon? Igen. Igen? Akkor jó. Hova kell eljutniuk a South Park Gyűrűk Ura paródiájában a fiúknak? A. Északi sarkra. B. Tornaterembe. C. Videótékába. D. Vidámparkba. Az a baj, hogy nem nézek olyan sok South Parkot, szóval ezt a részt nem láttam, de szerintem... A Vidámparkban. Szóval Vidámparkban? Igen. Biztos? Igen. Tényleg? Aha.
Hű, figyelj, nem tudom eltántorítani. Ez nem így tudod eltántorítani, bármennyire kis gonosz van. Akkor megjelöljük a D választ, mint Dezső. Ja, nálad is van, jó. Az mindenképpen jár. Tehát a D válasz a Vidán Parkba. A Gyűrűk Urás paródia az volt, amikor kicsit ilyen szerepjátékos D&D-s jellegű volt a rész. Ezt kivételesen én is láttam. Én nem. Én nem nézek szó. Én emlékszem rá, hogy mit az asztalnál kezdték, és a videótéka volt a céljuk akkor. Oda kellett eljutniuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na, következő jelentkező. És kérjük a következő kérdést. Igen. A következő kérdésünk mégpedig... Ez is Agymenők. Az Agymenők című sorozatban melyik Rajesh két kedvenc csillaga? Na, te nézel Agymenőket? Jó, ő se néz Agymenőket. Oké, lehet, hogy egy kicsit, hogyha gondolja különböző mitológiákra, az lehet, hogy egy kicsit segíteni fog benne. A. Castor és Pollux, B. Sirius és Regulus, C. Canopus és Spica, és D. Altair és Vega. Abba gondolj bele, hogy ezek közül melyik két csillag név druszájának van olyan története, ami romantikus és csajozni lehet vele, mert ugyanis Rajesh így ilyen iszonyat nagy nőcsábász próbál lenni, csak nagyon nem jön neki össze. Nehéz kérdés. Tudom, én írtam. Mondtam, hogy kérdésekben gonosz vagyok, és csak dehezet fogtok tőlem kapni. Na, tipp. A C-t. Oké, C a tippünk, a Canopus és a Spica. C. Megjelölte a kolléga. Okay. Nagyon jó. Akkor most várunk egy kicsit. Én ezeket a csillagokat nem ismerem. Tehát ezt így nem. Castor Pollux, oké, okay, megvan. Igen. Altair Vega, oké, okay, megvan. Mass Effect, ezek igen. Meg ilyen világokkal játszok voltak ezek benne. Közül, ezek a csillagok a naprendszer legfényesebb csillagai. Ó, és D, Altair igen. És Vega. Az Altair és a Vega. Amúgy nagyon-nagyon kis helyes történetük van tényleg. Több Agymenőket kell néznünk. Igen, több Agymenőket kell néznünk. Ki szeretne jönni egy trónokharcás kérdésre? Hó, hirtelen trónokharcát említettem, nagy lett az érdeklődés. Te már voltál mostanában a hátulról. Gyere, téged ma még nem láttunk, de megjegyeztem, hogy kik jelentkeztek. Te új arc vagy. Rájöttem, hogy benyögöm, hogy milyen téma lesz, és hát ha... Őre mennek érte. Nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Ugye, trónokharcás kérdésünk jön a következő. Trónokharcában melyik kis tanács tagot hívták, melyik volt az érmék mestere? A. Lord Petyr Baelish. B. Varys, vagy Lord Varys, bár nem nemes származású, hogy mondja. C. Piszelmester. Vagy D. Tyrion Lannister. Ki volt az érmék mestere? Kérdés. Jó szívatós egyébként, most így elgondolkodtam rajta. Nem vagyunk kedvesek. Meg kell küzdeni az ajándékokért. Nem mondod. De mindig adunk valamit. Legyen Baelish. Baelish? A-válasz? Biztos? Legyen. Jelöljük meg az A-választ akkor, kolléga. Az első választ. Mondom neked, hogy... A suttogók mestere Varys volt. Piszelmester, a nagymester, küldjél hollót, gyógyítás. Tyrion Lannister. Lannister, aki a Lannisterek aranya? Avagy Lord Baelish? És Lord Baelish volt az érmék mestere. Így van, ugyanis Tyrion a király segítője volt, a kéz egy időben, és utána leváltották. Gratulálunk, kapsz egy posztert, egy Heroes of Storm-os posztert, és egy PlayIT-s gamer eventes nyakbalkasztót. Reméljük Lord Baelish ott a gyűrűk uráknál, a gyűrűk ura, a trónokharcásoknál hallotta a nevét. Nem, nem hallja. Nem néz ide se. Na nem baj. Komolyan szerzett a adatmit a kérdés. Igen, vegyük ki az egészet. És ha már kivettük, meg is fogjuk mutatni.
Egy Heroes of Storm-os póster. Parancsolj. Jó nagy dekorációnak. Szia! Na, következő. Következő kérdésünket mindjárt ez jól egy, felolvasom. Ez egy Star Wars-os kérdés lesz. Na, gyere! Gyere akkor! Nem biztos, hogy könnyű lesz attól, hogy Star Wars-os. Bizony. Megkérjük a kollégát, hogy léptesse a kérdésre. Mi Darth Vader zászlós hajójának a neve? A? Mit mondtál? Megvan? Hűha. Azért felolvashatom, ugye? A. Executor. B. Nebulon. C. Stormhawk. D. Chimera. Melyik a helyes válasz? A B. A B. Nebulon? Nebulon? Mit mondanak a szülők? Várj, kérdezd meg őket. Az szerintem az A. Az A válasz? Biztos? Szülőket kérdezem, biztos? Ott bólogatnak, te is bólogatsz? A. Jelöljük meg akkor Jelöljük az A választ. Az A válasz. Hát a Chimera az Thrawn admirális hajója. Főadmirális hajója. Bocsánat. A Stormhawk is az ő hajója volt. Akkor Nebulon, vagy A, amit... Na, elsőre mondtad jól, vagy másodikra? Másodikra, ugyanis a Nebulon egy lázadó fregat típus. Kapsz egy ilyet. Gratulálunk. Egy nyakbalkasztó. És egy poszter. Várjál, ne szaladj, még kapsz egy posztert. Szerintem biztos, hogy ezért érti ez a lényege, nem? A nagy poszter. Na. Na, következő kérdésünk... A következő kérdés Star Trek-es kérdés lesz. Újfent. De nekem nem adok Star Trek-es kérdést, gyere. Az úgy nem ér. Az úgy nem ér. Gyere akkor, Star Trek-es kérdés. Kollégától megkérjük, hogy indítsa a következő kérdést. Jó, vagy ki irányítja a Discovery spórahajtóművét? A. Papucsállatka, B. Medveállatka, C. Tribli, vagy D. Spock. A Triblik cukik. Nehéz kérdés, kolléga ott lent. Jó, ne szólalj meg. Csak akkor, hogy a triviális hülyeséget írtunk ki, jó? Szoktunk olyat amúgy néha. Előfordulhat misztályból. Igen, amihez nem értünk. A C-t jelölném meg. A C-t? Triblit? És miért jelölnéd meg hogy a tribliket? Láttam a sorozatot, és úgy emlékszem, hogy... Igen? Láttál triblit már? Náluk van? Igen. Tartanak? Tartanak triblit? Én és tudom, hogy tartanak. Cukik. És puhák. Tartalék hiperhalmító művetek is van? Nincs. Nincs. Mire jók akkor ezek a triblik ennyire? Né. Hát akkor C. Biztos? Megjelöljük a C-t. C. Tribli. Hogy néz ki egy tribli? Én úgy tudom, hogy ilyen picike, szőrös, és például, ha meglökdösöm, elkezd remegni. Biztos? Igen. Nem tudom, mindjárt kiderül. A papucsállatka az, mintha valami egész más lenne, Spock pedig egy szereplő. Medveállatka. Medveállatka. Nem baj, attól még ilyet kapsz. Viszont szerintem a következőt is én olvasnám föl, mivel agymenőkös. Agymenőkös kérdés. Agymenők? Agymenők? Jó, arra jöhetsz. Arra jöhetsz. Jó, gyere. Elmondom, utána is agymenők jön. Igen? Az nehéz, szerintem. Agymenőkös kérdés. Az agymenők hányadik évadában születik meg Bernie és Howard kislánya, Haley? A 8., a 9., a 10., vagy a 11.? Ez tipikus Gina kérdés. Igen. Szeretsz, látom. Igen. Érzitek, hogy ki a jó zsarú, rossz zsarú, hogy van felosztva a szerep? És ördögnek vagyok öltözve. Kalózvezető vagyok. No, mi lehet a jó válasz? Tévedtem, egyébként csillagkapus kérdés a következő. 11 vagy 9? A 11. évad az most jött ki. Annyiban segítek. Igen, a 9 meg nem. Na? Melyik? 9. Jó, akkor megjelöljük a 9-et, a B-t. Igen, megjelöltük. Amúgy ez szerintem egy tök szép gesztus volt, hogy Haleynek nevezték el a kislányukat, ami ugye egy csillagnak a neve.
Ezt a részt láttam. Igen, egy hulló csillagnak a neve. És többek között, ez egy ilyen háttérsztori, de azért hívják Hailey-nek, mert hogy Rajesh a keresztapja, aki ugye csillagász. És, 10. évadban. Jó, a 10. volt. Nem baj, azért egy hűtőmágnest kapsz. Következő kérdés, ki szeretné? Csillagkapus. Csillagkapus. Te most voltál, jó? Másnak is adjunk lehetőséget. Új ember, onnan. Gyere. Nem kell följönni, gyere. Nem harapunk, csak kicsit. Bocs, belepromózom, holnap gamer animés kvízünk lesz. Ilyen 4 óra körül. Lehet jönni akkor is. Sok jó... Kérjük a következő kérdést a kollégától. Sok jó lolos kérdés lesz, meg vovos. Mondjuk szivatós az összes. Rendszerhiba van, mert ugyanaz jött be. Jó, akkor jelöljük meg, és ugorjunk tovább, valamiért ismét el a rendszer. Szerintem a válasz a C. Kaphatok egy matricát, meg egyebeket? Te írtad a kérdést, ez így nem ér. Aha, megvan. Hány jelből áll egy csillagkapu tárcsázási címe? Közönség nem súg, nem segít. Csöndben marad, mert megiszik. Válasz. Melyik sorozatban? Csillagkapu. Csillagkapu. Alap. Csillagkapu alap. Nem írtam se Atlantis, se semmit. Csillagkapu. Jónak jó, csak ebbe írtam a kérdést éppen. A 5, B 6, C 7 vagy D 8. 6. 6? A B válasz? Igen. Biztos vagy benne? Nem. Akkor miért gondolod, hogy a B válasz a helyes? Mert sokat hallottam, hogy hatos égzár kódolva. Hatos égzár kódolva? Nem, ti is hatos égzár kódolvát hallottatok a sorozatba? Mit mond a végén mindig a... Akkor legyen 7. A tárcsázó. 7-es égzár kódolva. Mindig azt mondja, igen ám. Na de... Legyen a 7-es C. Na de... Láttad sokat a részt? Vagy sok részt láttál? Igen, de most lámpalázamban. Biztos vagy akkor, hogy B vagy? Legyen a 7-es C. B vagy C? Legyen C. C. Hát jelöljük meg a C-t. Megjelöltük a C-t. Igen, azt mondják mindig, hogy 7-es égzár kódolva, amikor az utolsó helyére kerül, és megnyílik a féregjárat. Ez így van. 8 jel előfordul távolsági hívás esetén például, ugye? Amikor az Asgardok borgójára jut el O'Neill ezredes. A helyes válasz pedig a 6. Mert 6 jel a csillagkapu, a csillagkapunak a címe, a 7. jel a kiindulási bolygónak a jele tulajdonképpen. A 7-es égzár kódolva az mindig a föld jele volt a háromszög a végén. Tehát tulajdonképpen 6 jel és a kiindulásié. Most gyűrűkúrás kérdés jön. Gyűrűkúrás kérdés jön. Gyűrűkúrás kérdés jön. Kétszer voltál, nem ér? Igen, gyere. Na jó, kívjuk a tisztet, mert nagyon, nagyon csapódik. Van még egy oldalunk, csak úgy jelzem. Igen. Olvashatod te. Na. Kérjük a következő kérdést. Yep. Hány hatalomgyűrű készült összesen? 1, 7, 9 vagy 20? Hány hatalomgyűrű? Hát most az összeset kell számolnom. Hát a kérdés egyértelmű szerintem. Hány hatalomgyűrű készült összesen? Akkor a D, a 20. 20? Biztos vagy a 20? Igen, mert ugye van a versike is, ugye. Tudod hogy... is a verset? Hogyha elmondod a verset, akkor több ajándékot kapsz. Háromnál hogy szeretnéd, többet? Mordori nyelven vagy magyarul? Hát úgy, hogy mindenki értse. Jó, rendben, akkor... igen, na. Mert csak úgy beszélünk. 3 gyűrű csillogjon tünde királyok kezén, 7 a nemes törpök juss, akiknek háza cifrakő, 9 halandó erember, urán csillancson a fény, egyet kapjon sötét úr szolganyája terelő, Mordor éjfekete földjén sűrű árnyak mezején, 1 gyűrű mint fölött, 1 gyűrű kegyetlen, 1 sötét vezár, bilincs az egyetlen, Mordor éjfekete földjén sűrű árnyak mezején. Nem vitatkozunk, megjelöljük a D-t. Egy tapsot megérdemel. Tapsot, kirázott a hideg, ez nagyon tetszett. És hát aki figyelt és számolt, az tudja, igen. 20. Igen, 20. 20 hatalomgyűrű készült. Még nem jelölődött meg, de ezt mi is tudjuk. Köszönjük tudod szépen. Mi? Kapsz még egyet. Hát, ha növeszteném még egy fejet, és még egy nyakbalkasztóra lenne szükséged. A következő kérdés
trónokharcás. Ott azt. Jó, figyelt. Jó, jöjjön a hölgy. Jöjjön esély. Ha adjunk, már adjunk mindenkinek is szereplő. Esélyt, azért sokan vagytok. Ne nagyon ismételjünk addig. Gyere közelebb, mert ott nem tudunk mikrofont adni. Kérjük a nem kérjük, mert már megjött. Milyen fegyvert választott magának Gendry? Ki az a Gendry? A Kovács. Tudod. A Kovács srác. Kinek a fotja? Robert Baratheon. A. Kardot. Nem. B. Harci kalapácsot. C. Dárdát. Vagy D. Csatabárdot. Hát én megjelölném a B-t, a harci B-t? Kalapácsot. Biztos vagy benne? Biztos. Tényleg? Tényleg. És... De miért? Hát ő Kovács, hát kardokat csinált. Igen, de a kalapácsot jobban szereti. Igen? Igen, biztos. Gina, segíts bizonytalanítsuk el abba, hogy döntött. Biztos? De nem dárdával szúrt le valakit? Nem. Nem? Biztos, hogy várjál, nem. Akkor az más valaki volt. Azt hittem, ő volt a feketi vízi csatában a fiatalember, de akkor nem. Homokígyók szoktak használni. Jó, hát akkor jelöljük meg a B-t. Jelöljük meg a B-választ. Igen, kardokat kovácsol, és mondta, hogy ő nem tud karddal bánni. Figyelj, most komolyan megkérdőjeleztünk egy trónokharca szereplőt, hogy Próbálkoztam, tudod? Próbálkoztam fenyeget. A dologban. Nem kapsz ajándékot. Dárdát nem ő használ, hanem... Ha kapok ajándékot, akkor élhettek. Igen, harci kalapácsot. Ezt a hajónál, a csónaknál is láttuk, hogy milyen jól használja a kalapácsot. Az olyan aranyos. Gratulálunk. Az olyan cuki volt ott a kalapácsos rész a csónaknál. És a hűtőmágnes. Következő kérdésünk. Elcsúsztunk. Következő Star Wars-os kérdés. Az úr ott nagyon-nagyon gyors volt. Mint a villám. Azt a mindenit. És már mindjárt kapjuk is a következő kérdést. Ki ölte meg Jango Fettet? A. Anakin Skywalker, B. Obi-Wan Kenobi, C. Mace Windu, vagy D. egy klónkatona. Tudod, hogy mikor, melyik részben történt? Második. Klónok támadás. Klónok háborúja. Ja, igen, bocsánat. Jó, nem megkeverem. Igen. És hol? Geonosis. Én nem vitatkozok, jelöljük meg a C-t. Nem tudom, úgy látom. C választ megjelöljük. Nem. Azt mindenképpen jár. C válasz. Igen, Jango Fettet... Ja, köszi. Egy klónkatona, hát csak úgy nem ölheti meg. A csata az stimmel. Volt a klónkatona, Obi-Wan, Mace Windu. Anakin is, de utána nem. Tehát volt egy kicsit geonózison. És igen, Mace Windu fejezi le. És egy pillanatra meg is áll akkor, hogy ő most mit csinált. Gratulálunk. A póster. Kapsz még egy posztert is. A posztered. Köszönöm szépen. Mi is. Köszönjük. Következő kérdés. Star Trek-es. Te is már voltál. Star Trek-esnek nem adok Star Trek-es kérdést, úgy döntöttem. Akkor az admirálisékat megkérjük, hogy a más jelentkező nem volt. Gyávák vagytok. És lehet, hogy tévedtem is, nem Star Trek-es. Nem. Ekkorát nem tudok tévedni. Kérjük nem akkor baj. A következő. Kolléga Sunyi néz rám, hogy mikor akarom kérni tőle, és már be is rakta. Ki a Borgok vezetője? Borg admirális, Borg király, Borg királynő, vagy a Borg elnök? Nos, ez egy szemantikai kérdés, mert igazából ők kollektívában élnek, és ugye egy központi tudat vezérli a tevékenységüket, de ugye ennek az összefogója a Borg királynő. Királynő? Igen, C. C? Biztos? Biztos vagyok benne. Akkor megjelöljük a C választ. Igen, C. Nagyon magabiztosnak tűnsz, tehát, mint a sok sztárt. Igen, mert legutóbb láttam pont, tegnap előtt. Ja, hát úgy könnyű. Igen, könnyű. És helyes a válasz. Olyat megkaptál? Mindent kaptál? De azért elfogom, köszönöm szépen. Már a harmadik. Most már a harmadik fejét neveszik. Oszki valakinek szerintem, ismerősnek, barátnak, barátnőnek. Megint jön egy agymenőkös kérdés. Gina beszél, milyen kérdés jön szerintetek? Haha, agymenőkös. Ott jelentkezik. Ő már az előbb is szeretett volna agymenőközni, úgyhogy igen, kicsit neki már valid. Kicsit unikornisom. Na pattog ide. Kérdésem,
az, hogy az Agymenők című sorozatban hány foknak kell lennie a lakásban a lakótársi szerződés szerint? 23 Celsius foknak, 25-nek, 19-nek vagy 22-nek? Ezt vajon ki találta ki, hogy ez legyen benne? Hé-hé. Sheldon. Igen, Sheldon találta ki. Penny. Penny. Szerintem az a... Biztos. A C nem lehet? Szerintem az hideg. Szerintem is. Mert meg azért ül Sheldon azon a helyen, ahol ül, mert hogy ez pont egyenlő távolságra van a radiátortól, meg az ablaktól, meg mindentől. És hogy nyáron nincsen húza, télen meg nem lesz túl melege. És még a fejét sem kell fordítani a tévéhez. Igen. Hát vagy a 23, vagy a 22, mert 25 az szerintem meleg. Mármint, hogy így, ja. Már akinek, én mindig fázom. Egy perc én kimehet. Is, igen, átlag embernek szerintem az meleg egy lakásban. Melyik legyen akkor? A vagy C között, vagy A vagy D között vacillálsz? A vagy D között. A vagy D. A vagy D. Legyen valamelyik. Legyen a D. Megjelöljük? Akkor megjelöljük a D-t. Úristen, mi a? Mágnes mindenkinket megkapsz. Úristen, nem van mágnesed. És? Igen. Még nem tudjuk, hogy igen-e. De zöld. Én tudom fejből, hogy zöld. Igen. Még nem zöld. Még vaksi vagy. De zöld. Az figyelj. Már zöld. Az nem, már zöld. Ez még sárga. De a zöld. Most lett vagy zöld. Nem hallja rendesen, hogy mondom neki, hogy zöld. De amúgy kicsit gonosz vagyok, mert amúgy mindig Fahrenheitben említik, hogy hány foknak kell lenni a lakásban. Egyszer mondják, hogy Celsiusban? Egyszer mondják, hogy Celsiusban. Tényleg gonosz vagy. Igen. Következő kérdésünk szószparkos. Ki szeretne szószparkos kérdést? Ott a bátor jelentkező. Egyedül volt. Mindenki látta, ugye? Egyedül jelentkezett. Szószparkos kérdés következik. Megkérjük a kollégát, hogy adjon kérdést. Melyik államban található szószpark? A. Colorado. B. Kansas. C. Utah. D. Washington. Melyik államban található? A. Colorado. Mennyire vagy ebben biztos? Ennyi félmosolyt látok a szemedben is, hogy gyerekek, ez nagyon könnyű kérdés. Igen. Tényleg? Szerintem Colorado. Legyen? Legyen. Biztos? Akkor buksz egy nyakbalkasztót, meg egy posztert, ha nem jó. Jó. Így kell játszani. Szeretek egyébként. Így kell játszani egyébként. Megjelöljük akkor az első választ, az A-t. Ez mindenképpen a tied. Megjelöljük, hogy Colorado. És várunk. És? Nagyon gonosz ez a gép. Kemény 20 másodpercet váratja az embert. Addig beszélned kell a szószparkról. Így van. No, és igen, A, Colorado. Gratulálunk. Iha! Tántoríthatatlannak tűntél. Rögtön mondom. Most bebuktuk, ez volt a nagyon könnyű kérdés kategória. Köszönjük. A következő kérdésünk... Jó, akkor mondja te. Látsz? Én Walking Dead-et látok. Bizony, Walking Dead-es a The következő. Walking Dead. Walking Dead, valaki, Walking Dead. No, gyere. Más nem jelentkezett, gyere. Ezzel gyere. Lehet. Egy hűtőmágnes a jutalmad mindenképpen, hogy kimertél idáig jönni. Tehát már nyertél. És a kérdés, hogy hívták... Ja, nem, ezt most te. Hogy hívták a The Walking Dead-ben Carol kislányát? Sophia Reitel, Sarah Potter, ez? Scarlett Grimes, vagy Sophia Pelletier. Nem tudom, hogy az hogy kell kiejteni. Pelletier szerintem. Na, most nekem van egy kérdés. Igen. Yeah, of course. Yes. So, okay. It's, what's the English? Name of Carol's daughter Carol's in The daughter. Walking Dead? Wait, let me think. Okay. You can do it, bro. I feel it. I was watching 7 times The Walking Dead, so... You this know who Carol was, right? Yeah, Carol is the short-haired girl. Yes. Okay.
the one that become badass in the last season. So I'm not sure between the A and the D. A or D? Uh-huh. Mm-hmm. I don't see this series only. I see this game with the VR uh-huh. boys uh-huh. streaming. But I know. So, A or D? This is the last question. Oh. A technikusok ránk szóltak, hogy az utolsó kérdés, mert szerelniük kell majd a színpadon. Fuck, I want to win this poster. So. I'm Lemblayról. No. Okay, I'm going with D. D. Akkor a negyediket megjelöljük. Igen. Okay. Hasonló a két név, az tény is való. Ezt a technikus kollégák közül, és hát a médiás kolléga írta be, aki az egész quiz szerkezetet összeállította. És többen küldtük be a kérdést, és akkor megvárjuk, hogy megmutassa a választ. És igen, a D. Yeah, you're right. Gratulálok. Right. Congratulations. You're welcome. Köszönjük a résztvevőknek. Sajnos lelőttek minket, mert technikát kell szerelniük. Fejbe holnap 4 órakor animés gamer quiz, és esetleg talán a maradékot is megpróbáljuk beletenni a filmesekből. Köszönjük szépen a figyelmet és a játékot. Sziasztok!